Március 1-én a törvényben előírt határidő előtt 2 héttel már elérhetőek voltak az SZIA bevallási tervezetek. Országosan mintegy 5,5 millió magánszemélyhez jutott el a dokumentum elektronikus vagy postai úton. A tervezetek jóváhagyás után, de legkésőbb a májusi határidőt követően már bevallásnak számítanak. Fontos, hogy a határidőig ezek módosíthatóak. Így például azok a családi adó visszatérítésre jogosultak, akik februárban nem kapták meg automatikusan az összeget, vagy valamilyen eltérést tapasztaltak abban, a bevallásuk módosításával megkaphatják azt. Akik nem éltek eddig ezzel a lehetőséggel, május 20-áig van lehetőségük arra, hogy kérjék ezt a kedvezményt. A kifizetés esetükben úgy működik, hogy amikor benyújtják magát a bevallást, onnantól számítva 1 hónap áll rendelkezésre a NAV-nak a kifizetése, de ez általában 2 hét alatt meg szokott történni. Sokan nem tudják, de az SZIA visszatérítés nem érinti az 1+1%-os felajánlásokat. Ha valaki maximálisan kihasználta ezt a lehetőséget, neki sem, vagy ő sem esik el ettől az opciótól, fel tudja ajánlani vagy civil szervezeteknek, vagy pedig vallási közösségeknek az 1+1%-át. Amire fontos odafigyelni, hogy ezt megteheti webes felületen, vagy postai úton, illetve a munkáltatók is biztosítanak arra lehetőséget, hogy összegyűjtik a munkavállalóiktól a nyilatkozatokat. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy május 10-ig adjuk le a munkáltatónak ezt a nyilatkozatot, hiszen nekik is idő kell ahhoz, hogy az összegyűjtött nyilatkozatokat eljuttassák a NAV-hoz, hogy fel lehessen ezeket is dolgozni. A közelgő május 20-ai határidő miatt a NAV felhívja a figyelmet többek között arra is, hogy a tervezetből hiányzó más kedvezmények is feltüntethetők a dokumentum módosításával. A bevallás nem csak online, hanem postai úton vagy személyesen is eljuttatható a hivatalhoz. Fontos, hogy a papíralapú bevallás beadásánál a főlapot minden esetben alá kell írni, enélkül ugyanis a bevallás érvénytelennek számít. További információk a NAV honlapján, illetve az ESZIA oldalon is kérhetők.